felelősséggel is jár az, hogyha egy történelmi fővárosban élhet az ember. Krisztusibb embert, műveltebb népet, életerős nemzetet, önérzetes magyart. Így hirdette meg alapvetéseit Kerkai Jenő, jezsuita atya 1935-ben. A katolikus agrárifjúsági legényegyültek országos egyesületének találkozóján ismét előtérbe került a magyar örökségdíjas kalot a Felsővárosi Művelődési Ház rendezvényén. Elismerjük azt, hogy ők mennyire büszkén, mennyire odaadóan ápolják a saját városrészüknek a történelmét, hagyományait, kulturális értékeit, és szándékosan, felvállaltan adják ezt át a fiatalabb nemzedékeknek, és kicsit üzennek is a székesfehérvári többi városrésznek, az ott élőknek, hogy ott is ezeket a hagyományokat, kultúrákat érdemes ápolni, hiszen ezekből a hagyományokból áll össze a város egésze, Székesfehérvár. A mozgalom fehérvári létét természetesen a büszke, nyakas, különleges atmoszférájú felsővárosiak is segítették. Még fiatal voltam, hogy a kalotba részt vegyek már, mint háború előtt. Háború után pedig a szüleink által, mert vallásos nevelésben részesültünk, és ezt a mai napig tartsuk és valljuk a hitünket. Osztotics Istvánné ízes története önmagáért beszél. Felsőváros története nem maradhat nyom nélkül. Itt születtem, mai napig abban a házban lakok majdnem csak. Hárman voltunk testvérek, mint parasztok voltunk, földművesek. Földön dolgoztam, szántottam, vetettem a világon mindent. Talán azért tett, hogy most is 84 éves vagyok, itt vagyok. A tablók megerősítik az életre hívó Kerkai gondolatot, életem halálom egyetlen szerelmének most is a magyar népet és hazámat tekintem.